Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Star Wars Battlefront 2. Na jó van, jöjjön, őszintén beszélgessünk, mi a fene -e folyik e körül a Star Wars körül. És amit látjátok a cím, az lenne, hogy a gémerek győzelme. Miért mondom ezt? Ugye a Star Wars Battlefront 2 bétája volt, és ott nagyon mocskos dolgok rándultak le a játéka a kapcsolatban, mégpedig az, hogy a mikrotarazációs rendszerük igen-igen, pay to win rendszer felé hajlott. Nem, hogy hajlott, hanem konkrétan az volt. Néztem Level Cap videóját a játékra, és mondta, hogy eltötött, vagy 150 dollárt a játékra, csak azért, hogy... Uh, megkaphassa előbb azokat a legendary star kártyákat, és meg is kapta, és egy jó játékosról beszélünk az ő esetében, és konkrétan azt mondta, hogy legalább egy három hónapnyi előny szerzett így a többi játékossal szembe, amíg a többi játékos, aki nem költ erre a játékra, ugye, um, azoknak végtelen formulás lenne, amire az ő szintjére eljutnának, így, hogy költetek a játékra. Na, és ebből azért ki is tölt a botrány, Reddit-től kezdve, videósokon keresztül legnagyobb videósok is nagyon komolyan felszólaltak Ezügyben, sőt, még aki, aki ismeri Angry Joe-t, még az egyik DICE-os um, community manager-t is uh, meginterjúolta. Nagyon-nagyon profi volt a csávó az interjún, próbálta teljes mértékben védeni ezt a rendszert, de ő is tudja, hogy hogy, hogy valami, 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 valami nem stimmelt. És ugye itt nem a dice a van a baj, mert szeretjük a DICE-t, mert fantasztikus játékokat csinál, ugye, hanem az ie jel Nos! És hol jön itt közben a, a, a gémerek győzelme, ugye, hogy úgy néz ki, hogy a Mickey Egeres cég eh, nagyobb nyomást gyakorolt az IE-re, hogy ha nem csinálnak valamit ezzel a mikrotranzakcióval, akkor ehm, vegyék le. És konkrétan az IE ezt csinálta, fogta, és idéglenesen mondhatni megszüntette a mikrotranszakciókat, úgyhogy jelenleg nem tudsz vásárolni semmit, és nem igazán tudsz előhöz jutni, csak a játékban megszerzett ládákat tudod kinyitni, és azáltal megszerzett cuccokat kaphatod meg. Na most azért álljunk meg itt a menet. Azoknak, akik előrendelték a játékot, azért még volt egy furcsaság. Ha ugorjatok el, livestreameltem egyet Twitch-en vasárnap a játékra, és úgy indítottam a streamet, hogy az előrendelt ládáimat kinyitottam, és hát nagyon epik kis Stárkártyák este ki belőle, mert hogy előrendelés, és ilyen konkrét a garantált legendary itemek voltak benne. De jó, ezt, ezt még valahogy túléljük, és, és, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ez tényleg egy győzelem a gamerek részéről, hogy felszólaltak, és a, a, nekem olyan érzésem volt, hogy az ie ebben a szempontból a hülyére akarta venni, az embereket, illetve az a, a gémereket és azt hitték, hogy, hogy nem veszük észre ebben az egészben a, a fintort, a csalást, hogy hogyan akarják kilopni a pénzt a, a zsebünkből, és ebből a szempontból lebecsülték a gémereknek az erejét, a videósok erejét, a, a, a média erejét, és... Um, megpróbálták ránk erőltetni ezt is. Ugye ez, ez, azt mondom, ez valaminek a kezdete. Nincs baj a loot ugye bár egyáltalán nincs baj a de hogyha beleültetnek valami olyasmit bele, ami, ami pay to win, vagy netán vásárold meg a játéknak a végét egy DLC-n keresztül, ha be akarod fejezni, Shadow of Mordor gondolok itt például, az egyszerűen gusztussal a mértékekig öm, elveszi a játék kedvet tulajdonképpen, és ez, ez egy nagyon sötét üzlet, és még mindez a tetejére öm, megvolt, hogy az európai országok öm, többsége úgy néz ki, hogy elkezdő vizsgálni a játékot, szerencse játék miatt. Nos, ez, ez már valami. Remélt valószínűleg visszahozzák a mikrotranszakciókat, valószínűleg karácsonyra, de viszont akkor öm, remélhetőleg csak kozmetikai eszközök lesznek benne, ami, ami nem is lenne rossz, csak ugye a probléma ott volt a DICE-nál, hogy uh, Lucasfilm, illetve a Mickey Egeres cég kötötte a kezüket, hogy nagyon uh, originál, tehát ilyen eredetinek kell maradniuk a Star Wars univerzumhoz, pedig nem lenne rossz, hogyha mit tudom én, uh, Knights of the Old Republic féle skineket is hozzá nyomnának ez a játék, és tényleg csak ilyen skin alapú uh, lenne ez a teljes játék. Nos, ennyit, ennyit a részről, és tényleg ez, ez forradalomra föl, azt kell mondjam, ezt a gémereknek, ezt a fajta üzleti modellt nem szabadna elfogadniuk, és nem szabadna ezért pénzt tenni. Ezért én magam is, ha bár megvettem a játékot, mert imádom a Star Wars univerzumot, és uh, emiatt megvettem a játékot, de pénzt a, a fölött nem vagyok hajlandó rá költeni, mert ilyen, yeah, ezt támogatni én így nem szeretném. De mondjuk a szeretetem a Star Wars univerzum uh, felé, az az mégis megvetette velem a játékot. És itt élnék ki egy kicsit a játékra is. Um, a single player uh, nagyon tetszik, nekem, nagyon tetszett, nagyon jó volt, és um, azt kell mondjam, hogy mindig is szerettem volna a sötét oldalon játszik, tehát a birodalom számomra, én szeretem a birodalmat, mondhatni így, és az ottani antihősöket, és mindig jó, tehát mindig jó, érzés a birodalom oldalán játszani, mondhatni így, és most megismerhettük a birodalomnak konkrétan egy, ugye, egy, egy, katonáját, végrehajtott Aiden verzió személyében, és ennek az emberi oldalát, ami, ami nagyon meglepő volt, mint azt hinnéd, hogy kicsit a birodalomra, a filmekre úgy vannak rá, hogy jó, mint a robotok lennének, nincs érzelmi, nincsenek semmi, és ez a filmek annyira nem jön ki, de azt hiszem, itt a játékban nagyon jó hangsúlyt fektettek arra, hogy ők is emberek, ők is humorizálnak, ők is emberek vécére értitek, amire gondolok, és, és, teljes mértékben ugyanúgy összetartanak, mint ahogy a lázadók tulajdonképpen. Nos, és, és ebből a szempontból a single playernek én adok egy kilencet a 10-ből, mondjuk így, emiatt élveztem, a történet jó volt, elment, a gameplay amúgy teljesen rendben volt, Star Wars Univerzum az nagyon hű volt, és is, és tényleg, le a kalappal, ez, ez így nagyon jó volt. Rátérve a multiplayerre, a, a Twist stream aki, aki szeretné megnézni, ugye Twitch Necrocrim, én azt mondom, hogy élveztem a játékot, gyönyörű, elképesztő grafika, ami nagyon-nagyon emeli uh, a játék élményt, és uh, a, a, szokásos Battlefield érzetű um, játékot megkapjuk, szóval nem szenvedünk hiányt uh, ebben a részben. Az egyetlen igazi kifogásom itt uh, a játék felé az, az volt, hogy nagyon-nagyon sok grindot um, jelent, hogyha fel akarsz zárkozni a többiekhez, azt kell mondani, akinek már van egy jó pár órája a játékban, és már egy-két startkártyát start megkapott, még a gyengét is, az már úgy vettem és egy szignifikáns előnyre tehetszert uh, veled szemben. Szóval, ez mire készíti a játékost? Tehát, uh, hogyha már ott vagyunk, hogy valakinek, hogy a több órát formot egy kicsit több előnye van a startkártyák miatt, akkor ez tulajdonképpen, ami engemi érint, aki nem formol annyit egy játékba mondjuk, az azt jelenti, sokkal, de sokkal óvatosabban és taktikusabban kell játszani, legalábbis addig, ameddig felformolom magamat az őszintjükre, megkapom a loot kréteket, és a többi, kinyitogatom őket, így aztán fel lehet zárkodni a csapathoz. Szóval azt kell mondjam, aki sokkal többet játszik a játékban, sokkal több előnyre juthat szert, és több dolgokat kaphat meg, jobb játék élmény lehet, de aki kitartóan farmol, előbb-utóbb ilyen egy szintbe emelkedik a játék, a játékosok, tehát mindenki azonos szinten lesz, mindenki a kirakolja a játékot, és akkor nagyon-nagyon élvezetes csaták alakulhatnak ki. Uh, és, és tényleg az egyetlen hátránya az egésznek itt volt, hogy hogy, um, hogy meg volt ez a unbalanced uh, dolga a játéknak, hogy akinek volt már jó sztárkártyája, az az tényleg előnyt élvezett um, a többivel kapcsolatban. Nem feltétlenül értek egyet ezzel a sztárkártya rendszerrel. Valami olyasmit tudtam volna elképzelni én is, hogy. hogy um, ha már ad valamit pluszba, akkor vegyen el valamit pluszba. Szóval, na az legyen már, most egy szárkártyát csak pluszba, pluszba, pluszba adnak, ezáltal az, aki megkap egy jobb szárkártyát, tényleg szignifikáns előnybe kerül. De hogyha mondjuk az lett volna, hogy kapsz 30%-kal több shieldet, de nem tudom, a mozgásod lelassul 30%-kal, vagy nem tudsz legugolni közben, miközben ugye megvan a shieldje a heavynek, akkor egy, úgy érzem, hogy egy kicsit sokkal kiegyenlítette lenne a kevésbé esélyes játékosoknak is, akiknek nincs annyira jó sztárkártyája. Ez azért probléma, mert hogyha mondjuk egy rosszabb játékos kap egy jó sztárkártyát, az úgy, még ugye oké, okay, mert mert a jobb játékos ki tudja valahogy balanszolni, akinek nincs olyan jó sztárkártyája. Na de hogyha a jó játékos kap jó sztárkártyákat, akkor az hatalmas inbalanced játék felé tolja el az, az, az egész kört, azt kell mondjam, és ilyen hatalmas rések alakulnak ki a nagyon jó játékosok és a kevésbé jó játékosok között, és emiatt ugye a többségének, az embereknek ilyenkor egy szerveren tudjuk, milyen rontja a játékélményt. Nos, reméljük ezen még javítanak, mert a játék nagyon jó lenne, ha ezek az apró dolgok nem lennének benne, amik frusztrálják a játékost. Szóval, srácok, ez lett volna Star Wars Battlefront 2, tényleg egy, egy nagyon jó győzelem a gamer világnak, és remélem, hogy, hogy ez így fennmarad, mert nem szabad, hogy a jövő e felé tartson, hogy olyan mikrotranszakciók, amikkel előnyt szerezhetnek mások veled szemben, tehát ha már vannak benne, akkor legyenek teljes mértékben kozmetikaiak, és, és ezáltal adva esélyt a... A művészeknek, illetve hogy megnyithatnák az univerzumot, adva esélyt kisebb művészeknek például, hogy fantasztikus skineket tervezzenek a különböző karakterekre, amik hülyek például a Star Wars univerzumhoz, és, és azt fizetnének meg sokkal, de sokkal személyre szabottak lehetnének a karakterek és a játékosok, akik sokkal, de sokkal szívesebben költenének pénzt, esetleg egy skinre. Egy nagyon jó példa erre a Warframe, amivel játszok, és ott ugye te, mint átlag user, akár tervezhetsz skint uh, Warframe-ekre, és beküldheted a Digital Extreme-nek, és hogyha elfogadják, akkor előbb-utóbb beépül a játékba, ami neked egy bevételi forrás jelenthet. Hogyha e felé tolnák el, és emiatt nagyon fasza és egyedi skinek jelentek meg a Warframe-re, amire azt mondja az ember, hogy szívesen költök pénzt, mert hát ez kurva jól néz ki, és tényleg egy egyedi stílus, nincs kettő, egyforma, és, és emiatt nagyon jó lenne. Hogyha e felé eltolnák, akkor még skinekre is szívesen költenek, mert úgy általánosan nézve például egy Star wars mi a francnak költsek skinekre, hát most komolyan Star wars van szó, szeretem, ahogy kinéznek pont úgy, hogy van, de hogyha lennének valamilyen nagyon fasz a szitlovak féle skinek, Knights of the Old Republicban például, akkor sok de sokkal szélesebben költenék én is rá pénzt. Nagyon nagy átdolgozása van szükség ebben a rendszerben, azt hiszem, és hogy egy nyitottabb, egy gondolkodásmódot kell adni ezeknek a kisebb begyöpösödött cégeknek, amelyek tényleg csak a profit, 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 de a profitot el lehet érni, úgyhogy egy kicsit nyitottabb vagy, és több teret engedsz a fejlesztőidnek. Legalábbis én így látom a dolgokat. Ha tetszett a videó, srácok, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok föl Twitch Necrocrim vasárnaponként igyekszek streamen, ugorjatok el, nézzétek meg az eddigi streameket, van ott mindenféle, Star Wars Code, Division, Warframe, megtaláltok minden jót, Titanfall 2, tehát... Nos, köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!